klímaváltozás életünk minden részét érinteni fogja. Korán sem csupán azokon a területeken érezteti majd hatását, ahol ma is nyilvánvaló jelei vannak a változásnak, de átfogó társadalmi-gazdasági átalakulásnak leszünk tanúi. A klímaváltozás veszélyeivel foglalkozik az a nemzetközi tanulmány, melyet a Pannon Egyetem szakembergárdája végez Magyarországon, kapcsolódva egy Európai Uniós kezdeményezéshez. Tamási már rendelkezik klímastratégiával, ennek a felmérésnek az eredményei a jövőben befolyással lesznek terveinkre, mondta Porga Ferenc polgármester. Ez egy részletes felmérést fognak végezni az egyetem munkatársai. Itt különböző vizsgálatok lesznek, a talajtoni vizsgálattól a levegős tisztaságig. Részletesen fogják vizsgálni a helyi, tehát a tamási adottságokat, és a társadalmi gazdasági szervezetekkel készítenek majd mély interjúkat, ebből pedig következtetéseket vonnak le, és ajánlásokat fognak tenni a települések felé. Ezek az ajánlások arra lesznek alkalmasak, hogy cselekvési tervek készüljenek a várható környezeti hatások kezelésére, mondta Porga Ferenc. Tamási megcélozta a Zöldváros címet, a logójában is ez szerepel, tehát ez összhangban van a Zöldváros stratégiánkkal. Ha Zöldváros szeretnénk lenni, és azt gondolom, ezen jó úton járunk, akkor ezekre a veszélyekre nekünk figyelnünk kell, és fel kell készülnünk. Magyarországon Tamási mellett Veszprém lesz még részese a nemzetközi felmérésnek.